Na srácok, akkor folytassuk a God of War Ascension-t, és próbáljuk meg kitalálni, hogy itt merre kell tovább menni. Ugye az előző videóban a lépcsőnek a két oldalát én már bejártam, és itt felvettem mindent, amit lehetett, de az egyik oldalon volt egy, és én azt ki akarom próbálni. Nem ez volt az. Szóval itt a ládákat meg mindent én kinyitogattam már ezen az oldalon is, meg a másikon is. De az egyik ilyen helyen volt egy olyan rész, ahol a padló leszakadt. Na, az pont nem ezen az oldalon van, hanem a másikon. Ami egyébként tök érdekes, mert a... Hogyha arra kell menni, nem tudom, hogy az mennyire... halálszakadék, hogyha én ott leugrok. Most azt akarom kipróbálni. De hogyha arra kell tovább menni, akkor nem tudom, hogy a játék a videóban miért itt ezt az ajtót mutatta, hogy erre kell jönni, holott az a másik oldalon van. Na mindegy. Tehát akkor ezen az oldalon van valahol a folyosó végén balra. Az, amit én keresek most. Aztán vagy meghalunk, vagy nem. Az az igazság. Mert tényleg nem tudom, hogy arra kell menni, mert én ott már többször belementem ebbe a zöld füstbe. Ebbe. És itt leszakadt a padló. De én nem igazán mertem itt leesni. Jó, nem halálos. Ez nem halálos, ahogy látom. Most kérdés, hogy itt sietni kellett volna-e, vagy sem. Na mindegy, ez egy teljesen új terület, itt még nem voltunk. Itt van élet, de azzal tele vagyunk, meg van némi XP. 12.500, vagy mennyi kell a következő fejlesztéshez? Úristen! Ez az ajtó, ez zárva van. Hádész lelkei! Jaj, ne, ez már megint egy új izé lesz. Támadás, meg element úgymond a fegyverre. És megint jönni fog egy valag ellenség. Jó, akkor próbáljuk megölni mindet. Igen, gondoltam, hogy... Befejezhetnétek a spammelést. Az tép ketté, nagyon jó. Ez az. Az kap már el. Az az. A őt, kapd el! Bonk! Mondjuk azt a bonkot pont nem akartam csinálni. Tép szét! Azaz! Hát még eddig ez a legjobb egyébként. Na, melyik akar megtámadni? Hát ezt elbasztuk. Ezt is. Oké, mínusz egy. De ne kenjél már fel a falra!
Minusz még egy. Telibe leszarják, hogy védekezek amúgy. Nesze! Azaz! Jó. Ja, és vissza is töltött a HP-m. Azt mondjuk nem tudom, hogy miért, de köszi játék. Most az egyszer kedves voltál. Igen, ezt láttuk korábban, hogy a rabszolgák azt a szobrot bizerálták. Really? Micsoda? Az anyád úristeni. De jó, hogy felkelt a haver is. Aha, ne. Ezt ne csinál többet. Jó, akkor azzal nem. Egyébként jó az a harc, hogy semmit nem látok. Meg ez is jó egyébként, hogy így a föld alól jönnek a támadásaik. És folyamatosan staggerben tartanak. Egy fél pillanat. Van elég pontom ahhoz, hogy a fegyvert felerősítsük. Akkor miért ne tennénk meg? Ez mit csinál? Hold, de mi erztik meg négyzetek? Mi van? Oké, okay, ez így nem lesz rossz. Jó, az egyik meghalt. Nesze! Jó, csak későn nyomtam a négyzetet. Pedig az egyik meghalt volna. Most! Most! Kör! Gold orbokat ad. Fú, te gani. Jó, és mi van akkor, hogyha ezt így megpróbálom eloltani? Az anyádat. Nem, lepattan róla minden. Még a jeges támadás is. Nesze! Nesze! Ja, X-et kellett volna nyomni. Jó, akkor négyzet. X. X. Hű, az anyja kenyerét. Oké, sikerült. Remélem ebből a fajta ellenfélből nem lesz sok. Jó, most arra vagyok kíváncsi, hogy tudom, hogy hova kell tolni, mert láttam a létrát. De hogy azon kívül van-e még valami zug elrejtve. Mert ott a létra szemben. Bár mondjuk kétlem, hogy lenne itt bármi szikret még.
Toljuk ide. Így. Tovább nem tudom tolni. Élet. Egy kis jegyzet. Ez az. Na nézzünk el előbb erre. Ott van egy kar. Itt van egy ajtó, ami feltételezem nem nyílik ki. És olyan akkor, hogyha én ezt a kart itt meghúzom, ezeken fel tudok mászni. Szóval mi van akkor, ha ezt meghúzom? Hát ez engem ide lehozott, és ez vissza is visz. Nem, nem visz vissza. Hát, hogyha ott volt fent szikret, akkor azt szoptam. Jó, leesni, leessünk le, mert tüskék vannak. Viszont ott lent van. Hát valószínűleg egy gorgonáj, meg egy Phoenix Feather. Tehát oda valahogy akkor le kellene mégis jutni. Anélkül, hogy meghalnánk. Jó, én most ezt berúgtam. Ja, és így ennyi? Na, én meg azt hittem, hogy ide majd külön kell valahogy eljönni. Tehát lényegében a semmiért haltam meg egy csomószor. Jó, és ebbe belemegyek, mi változik? Be tudunk jönni ide. Ez eddig jó. Igen. Abba még nem akarok belemenni, előbb szét akarok nézni, hogy ide eljövök. Jó, és hogyha ebbe belemászok. Igen. 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 Ezzel csak megnehezítettem a dolgom egy picit. Jó, időre kell itt végig menni. Életet adj el. Ezt törjük szét. Tehát ahhoz, hogy ott be tudjak menni. Itt valahol még szádas egy. Hol van? Itt. Kettő is szádas.
Ezt mindegyikkel eljátszom. Igen. Oké, ezt mindegyikkel eljátszom. Tehát így, hogy hullik szét minden, kell itt átjutnom. Így. Majd ezt az ajtót kinyitni, és bejutottunk ide lentre. Hát ide jó. De ezeket nem is lehet grappelozni, akkor minek írja a játék? Na a földből ki lehet őket rántani, az írja a játék. Gyere ki onnan, nagyon gyorsan. Egy. Meg mínusz még egy. Jó, ezek is kacsagok voltak kellőképp. Oké, ott a homokóra. Mi van, hogy erre ráállok? Az ajtó kinyílik. Erre valami a szobrot rá kell majd tolni. Honnan szerzünk szobrot? Ez az ajtó, ez nyitható? Nem tudom, de itt van egy láda, ezt nyissuk ki. Ez az ajtó, nem tudom, hogy nyitható-e, de itt ezt meg lehet húzni, és akkor valami történik. Aha! Aha. Nagy felugorj erre, még a végén felugrasz. De nem tudsz felmászni. Most döntsd el, hogy jobbra vagy balra kell menni. Így oda át tudunk ugrani. És ennyi, most már nem is enged vissza balra. Aha.
Ez így várható volt, hogy nem fogja elérni. Az igen. A szuperhős landolás. Jó, akkor próbáljuk meg újra. Oda kéne valahogy bejutni. Ezt nem lehet széttörni amúgy? Nézzük már meg. Nem, azt nem lehet széttörni. Egy próbát megért. És ott azt az ajtót? Azt az ajtót viszont igen. És milyen jó, hogy széttörtük. Mert volt benne egy gorgonáj. Már ezért megérte, mondjuk. Viszont nem értem akkor, hogy... Erre mit kell? Mi van akkor, hogyha én itt megpróbálok eljönni erre balra? Semmi, eddig enged. És nem enged le. Tehát, hogyha ide feljöttél, akkor már végig kell menned. Nem tudsz vissza leesni. És ezt itt hiába húzom meg. Igen. Ráugrott a homokúrára, az meg ott lement. Hurrá. És ha ide feljövök, akkor... Az vissza felmegy. Oké. És ha ezt meghúzom... Az ott kinyílik. Igen. Ott a létre leereszkedik. Jó. Itt van egy jegyzet. Van igazából egy tárgy. Egy nyaklánc. Hát ez az ajtó feltételezem nem nyitható. Viszont cserébe lehet, hogy be lehet törni majd. Nézzük meg. Igen, ezt tudom, hogy hol van. Tehát mi lett volna, ha én itt feljövök? Hát semmi. Az anyádat. Nem akartam idáig leugrani! Vedd már el tőle a pajzsot! Akkor ne. Engedjél el! Szúrd le, hasíts ketté, úgy van.
Tehát én nem akartam ide leesni. De azt kitolta vissza a helyére? Ne ugorj le! Valahol láttam egy ilyet, meg egy ilyet. Jó. Akkor van egy olyan sejtésem, hogy ez kell ahhoz, hogy azt az ajtót be tudjam törni. Az ott leszakad. Várjál, most hol vagyok? Igen, most tudom nagyon jól, hogy hol vagyok. Na várjál. Az hova esett le? Valahova pont erre. Mi volna akkor? Ha ezt ide tolnám. Így. Oldalra. Kratos, oldalra. Úgy. Az ott leesik. És ezt így rátolnánk oda. Ez felmegy, ugye? Oké, az elméletbe jött. Elméletbe jött, ezt told rá ide a gombra. Így, akkor az ajtó kinyílik. És akkor amik ott vannak bent, azokat fel tudom venni. Fele az XP-t, meg a Phoenix Feather-t. Egy. Castor. Na, most már csak azt kellene kitalálni. Hogy a homokóra ott maradjon rajta. Na. Toljad már. Miért nem tudod? Istenem, nem bírod oda tolni.
Próbálok gondolkodni, de nem mindig sikerül. Meg nem is áll jól. Jó, egy biztos, hogy eddig így jók vagyunk. Igen. Boom. Nem. Mi a fene? Én eskü nagyon gondolkodom. Nézzük, hogy ott van-e valami, amit esetleg nem vettem észre. Oda nem megyünk be. Nem. És nem. Ez itt csak ennyi. Jó van, hát elő vagy utóbb meg lesz ez. Inkább utóbb. Hogy ezt is hova kellene tolni? Na várjál csak. Ó, lehet megvan. Erről kell majd felugrani arra a szarra. És így. Jó, van, megy ez. You presume to seek audience with the Oracle, and yet you bring no offerings? Bold. Stupid, but bold. Although, you must have good reason to seek the Oracle, carrying such a mark. Return when you have brought appropriate sacrifice. I have come to see the Oracle, and that is what I intend to do.
I would have liked to hear your story, warrior. It is a shame you fail to see reason. Remove him. Mit csinálsz? Én is így gondoltam. Annak nincs szeme. My, quite persistent, isn't he? His persistence only means his death. De jó lesz megküzdeni vele. Anyát. Jó, nem megdobni kell kővel, az már biztos. Mi ez még lelassít? A széttöröm alattad. I will not allow you to continue. You will never prevail.
Lassan nem lesz hova... az anyádat. Ugorjál már el onnan! Hú, ez a belasítós... faszom! De jó! És most mit csinálok? Nézem! Nézem, hogy ott világít, meg mit tudom én. FPS-ben? Az már 3-ban is menő volt. Boom! Az anyádat! Most már csak a kis sikertestvére él. Vagy hát legalábbis. Az még mozog. Igen. Nem sok életem van. És nem bírok megmozdulni! Tépd ki belőle! Azaz!
Kitéptük belőle az ikret. Most már nem Siami. Dr. Kratos Siamiker szétválasztó szakorvos. Én azt hittem fölemeli. Hát... Én átléptem rajtad. Kösz. Az urológus amulettje, azt jelenti egyébként. Feldugtuk a seggünkbe. Kellőképpen undorító volt ez a boss harc. Igen, ő odaesett le és halt meg. Gondolom meghalt. Elég nagyot zúgott, ami azt illeti. Hold L2. De ez nekem kerül valamibe? És ezzel mit csinálok? Target object. Na, mindjárt rájövök. Tehát ezzel mit csinálunk? Ja, hogy... Így én helyre tudom állítani a dolgokat, meg le tudom rombolni őket. Oké. Okay. Ez így nem rossz cucc. Menjek közelebb hozzá. De ennél közelebb hogy? Ugorjak rá. Várjál csak. Így. Oké. Még mozog. Nem halt meg. Na, más számára felköszi. És akkor erre mi van? Várjál csak! Helyre tudom állítani a széttört ládákat. Kim.
Your bond is complete. What's done is done. It cannot be undone. No. The Furies infect your mind because you run from your oath to Ares. They will stop at nothing should you resist. So the Shade speaks the truth. The intentions of Orcos are pure. Orcos? But he is a Fury. And he will play his part in time. My time grows short. To be free of the madness that infects you, you must defeat those who hold your bond with the God of War. How can I defeat the Furies when all I see is illusion? Across the sea, the Lantern of Delos keeps the eyes of truth. Delos? Find the eyes, and they will show you the path to freedom. Na most van Gamu. Jó, hát akkor gondolom erre megyünk tovább. Dupla ugrás? Igen. Ide meg csak egy sima ugrás kellett. Hola, ne essé, more. Kis zöldövezet. Ládákat meg ilyeneket nem látok egyelőre. Jó, ez nem. Oké. Gondolom arra kell tovább menni. Mágia jöhet. Élettel meg tele vagyunk egyelőre. Jó, tehát akkor a különböző teleptárgyak. Szóval a különböző tereptárgyakra oda kell figyelni, hogy mi az, amit helyre tudunk állítani, vagy mi az, amit le tudunk rombolni. Jó van, de azzal csak akkor tudok támadni, hogyha fel van töltődve. És egyelőre nincsen. De egyébként felemeli a levegőbe az ellenséget. Jó, tehát harc közben is tudjuk használni. Ez már kiderült. Igen. Heal. Állítsuk helyre. Ja, de hogy közben nyomnom kell a gombot is. Jó van.
Tehát az L2-t azt nyomnom kell folyamatosan, tehát nem engedhetem el. Most már elengedhetem? Ez menü, ezt tudjátok mire emlékeztet engem? A Prince of Persia-ban volt ilyen a Forgotten Sands-ben, amikor helyre lehetett emlékekből állítani a romos épületeket. Ez egy kicsikét arra emlékeztet engem. De jó, itt bunyó lesz. Na. Hozd a haverjaidat is. Azaz. Jó, ezt helyreállítjuk, és ott szemben van láda. Jó. Oda átmegyünk a ládákért. Van 2 XP, meg egy, hát remélem, gorgonáj. De várjál már, itt már voltam korábban, nem? És ezeket én kinyitottam. Ezek újra termelődnek? És gorgonáj volt benne, na még egyet akkor, és akkor növekedik a max HP-nk. Nem tudom, látjátok-e, úgy jöttem be ebbe a harcba, semmi életem nincs. De nyertem. Igen. Ott lesz élet. Nagyon jó. Szóval. Itt van egy láda, ami szét van törve. Jó van, de hogyha valami olyan tárgynak a közelében vagyunk, ami módosítható, Kratos elkezd világítani. Jó. Azt már olvastuk korábban, és itt is volt egy összetört láda. Igen, itt voltunk korábban, első videóban talán, vagy a másodikban.
A God of War egy Metroidvania játék. És kész. Vajon ezt is meg tudom emelni a cuccal? Hú, de rám rohantál egyből. Hát, lehet. Az anyát vakított el. A bogarak. Akkor azokat öljük meg. De mit csináltál, te hülye? Én ezt fogom használni. Ez a tűz, ez 1000 orbba kerül. Meg a villámot szoktam még használni, ez is 1000-be kerül. Azt is felhúzzuk szépen. Nézzük meg. Nézz, és a villám. Oké. 25 000 orba kerül a következő. Te hülye vagy. Ez 2000-be kerül. Ez is 2000. Jó, ez a futós. Ez is ilyen futós. Bam. Na jó. Mit állítunk helyre? Ezt, ugye? Heal. Állítsuk helyre a hidat. Jó, tehát arra kell menni, az biztos. De én láttam utat balra is. Úgyhogy én előbb elnézek ide. De hogy minek? Semmi nincs itt. De itt is... Már jártunk korábban. Itt volt az, hogy a játék elején megkérdeztem, hogy merre kell majd menni, mert van egy ajtó itt jobb oldalt.
Csak az ugye nem volt nyitható. Engedd el a falat. Kösz. És ez az ajtó, ez most is zárva van. Hát az leszakadt. Jó. Itt kell majd gondolom újra felépítenünk mindent, meg ezt is helyrehozni. Igen. Ezt valószínűleg tartom, hogy helyre kell majd pofoznunk, és akkor működésre kell bírni. De ezt miért írtad már ki itt fönt? Heal. Jedi trükkel helyre pofozzuk. Jó. Boom! Itt van egy élet. De tele vagyunk. Na nézzük. Az a kérdés, hogy én arra rá tudok-e ugrani. Engedd már el. Ez nem lesz elég magas. Meg lehet állítani így a tárgyakat. Ez elég érdekes. Jó. Tessék. És akkor most nem tud megmozdulni a kar. Be van szorulva. Tehát ott azzal oda fel tudok menni, ott helyre tudom rakni, és akkor felmegyünk. Vagy valami ilyesmi. Így. Most itt ezt helyre rakjuk. Így. Parancsolj. Csak szeretném, hogyha azt ott megfognád. Hol vagyok?
Tehát szeretném, hogyha azt ott megfognád. Ez hülye, bazd meg. Ennyire sötét legyen valami? Na. Nyomom. Én nyomom. Úgyse tudok a zöldre felugrani. Csak erre. Na, akkor ezt bontsuk le. Így. Majd. Valahol itt megállítjuk. Leugrunk. Szuperhős landolás. Ezt meghúzzuk. Hülye fejtörők. Vagy hack and slash játékba. Jó, engedd el. Majd ezt. Egy. Utána. Itt feljövünk. Ide. És gyógyítunk. Ezzel ezt helyre pofozzuk és felmegyünk. Ahol voltunk az előbb is. És akkor valahogy ki kellene találni, hogy arra a platformra, hogy megyünk rá. Nem így. Nem így. Azt kellene megnézni, hogy az a törmelék, az hol van. Nem. Oké. Ezt az előbb miért nem tudtad megcsinálni, te szar? A játéknak a saját fasságai miatt leneugor. Hallod, amikor felmentem oda, leneugor. Istenem, és leugrik. Tehát amikor a játék van olyan béna, hogy nem azt csinálja, amit csinálni kellene, és én elkezdek gondolkodni valami olyanon, ami a játékban nincs is benne, és nem járható út. Azért, mert a megoldást a játék nem akarta megcsinálni elsőre. Ez azért volt. Azt mondja a játék, hogy el van mentve. És mivel nálunk van Poseidonnak a cucca, ezt írta is egyébként a játék, amikor felvettük a jeges fegyvereket, hogy tudunk lélegezni a víz alatt. Hanem az fasza lesz, akkor biztos, hogy
lesznek víz alatti területek is, hát majdnem sokára, de lett. Rohadjál el! Ezt neked akkor! Lepattanak róla. Jó, ez a villám, ez kellőképpen lassú támadás. Na haver, gyere csak. Hallod, és leszarta. Fasz meg. Bum! 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 Jó, mentés. Élet. Adjad ide az életet. Ezzel lehet valamit csinálni? Nem. Itt viszont majd valamit helyre kell pofozni. Mit? Hát gondolom ezt a kaput. Vagy nem. Mm-mm. Ah, a láncot. Jó, de ezt nem most, hanem majd a következő részben, úgyhogy srácok, ennyi lett volna már a God of War Ascension, innen fogjuk folytatni legközelebb. Sziasztok!